A negyedik feladat a települések ivóvíz minőségi alapján az határozza meg a J2-J6 tartomány celláiban az egyes kategóriákba tartozó települések számát. Ups, tehát ide a J2-be meg kell mondani, hogy hányan vannak olyanok, akik nullánál nagyobb, de 7-nél kisebbek. Vagy, ugye mivel ezt a nagyon lágy vizet írta be ide, ebből azokból kifolyólag kereshetnénk ezt a szót, ezt a tartalmat, hogy hányszor fordul elő. Ugye meg kell számolni hány darab, tehát a darab teli, vagy darab, ha több függvényt használjuk. Használjuk a darab, ha többet, mert ez egy újabb verziója ennek a darab függvénynek, darab, ha több feltételes függvénynek, és éppen ezért akár több egyszerre teljesülő kritériumot is meg tudunk neki határozni. Tehát a kritérium tartomány, ahol meg kell számolnunk az értékeket. Innentől egészen idáig. Ebben kell meghatározni. A kritériumunk pedig az, hogy ezzel egyezik. A I2-ben lévő értékkel egyezik. Megint csak. Megcsináltál egyet, elkészítettél egy képletet, tudod, hogy végig kell majd másolnod, hiszen a lágy vizet, a középkemény vizet, stb. Meg kell keresni. Tehát a kritériumot folyamatosan változni fog. Azonban mindig ugyanabban a tartományban kell keresned, tehát abszolút hivatkozol rá ebben az esetben, és megint csak az van, hogy abszolút hivatkozol, bár csak a sort kellene kötni, hiszen az oszlop nem mozdul el, jobbra nem másolom, csak lefelé a cella értéket. És készen vagyok. Dupla kattintás, és mindenhol megvan határozva a darabszám. Nézd meg, mindig ellenőrizd le, hogy vajon a tartomány jó-e, megfelelő cellákat használsz-e. Nagyon sokszor nem ellenőrzitek le, ebből azokból kifolyólag nem figyeltek oda a hivatkozásra, nem veszitek észre, hogy elmozdult. Hogy ellenőriztem le? Kijelöltem egy cellát, visszakattintottam a szerkesztő létre, és már is megmutatja, hogy mivel számolt. Jó van. Eszképpel lépsz ki, ilyenkor nem módosítottál, Ctrl-S-et nyomsz, mert elmented a megoldást, és nézzük tovább, mert a négyes feladatból még volt. A K6-os cella tartományaiban a települések népességét figyelembe véve az ivóvíz kategóriánként a fogyasztók számát. Hoppá, hoppá, tehát fogyasztók száma. Magyarul, ha valahol nagyon lágy vizet találunk, akkor ott a népességet meg kell számolni, össze kell adnunk az összes, mind az öt helyen hányan laknak. Tehát összegezni kell, de feltétellel. Ez pedig a szum-ha függvény lesz. Keresd meg a szum-ha függvényt, kijelöltem egy függvényt, nyomtam egy S és egy Z betűt, és már is meg lesz a szum-ha. Beírhatod ide is, nem tudom melyik a gyorsabb, én úgy gondolom. Szum-ha. Megint csak használhatod akár a szum-ha több függvényt is nyugodtan, hiszen itt több kategóriát is meghatározhatnál, de egyel is dolgozik. Én most a szum-ha-val fogok dolgozni. Mi a tartomány? Hát aminek a feltételt fogom adni, az ez. Hiszen ezek alapján fogom meghatározni, hogy kik azok, akiket összegezni akarok. A kritérium az továbbra is az, hogy azokat akarom összegezni, ahol a nagyon lágy víz van. És az összegtartomány, az pedig a népesség, amit összegezni szeretnék. Tehát, még egyszer, a kritérium ugyanaz, mint a darabtelinél, ez azt az ötöt fogja eredményezni. De az ötnél található, az öt lágy, nagyon lágy vízű településnél található népességeket fogja összeadni az összegtartományban. Megint vedd észre, hogy a tartomány, és az összegtartomány másoláskor ugyanúgy elmozdulhatna. És mivel ugyanazt a tartományt kell mindig, és ugyanazt kell mindig összegeznünk, ebből azokból kifolyólag az abszolút hivatkozás dukál ide. Megint csak elég lenne a sort kötni, vegyes hivatkozással, mivel vízszintesen nem másolok, csak függőlegesen. De mivel így is jó, ezért teljesen tökéletes. Itt van a népesség. Ez is megvan. C.
Az L2-L6 tartomány celláiban az ivóvíz kategóriánkénti fogyasztók százalékos arányát Heves megye összlakosságának számához képest a fogyasztók aránya 7198 ember, mennyi az össznépességhez képest? Két lehetőséged van. Az egyik lehetőséged, hogy valahol kiszámolod az össznépességet, de mivel, hogyha segédcellát akarsz használni, csak ide teheted meg az M-oszloptól jobbra, ide kell kiszámolnod az össznépességet. Vagy a másik, ahogy én fogom csinálni, hogy egyszerűen az összeget ott fogom helyben kiszámolni. Tehát, mi kell? Kell nekem egy egyenlőségjel, mondom, kell nekem egy egyenlőségjel, ezt az értéket fogom osztani, a kisebbet osztom a nagyobbal. Ha százalék lábat akarok meghatározni, általában mindig a részt osztom az egésszel. Itt most jelen pillanatban a rész ennek a nagyon lágy vízű fogyasztóknak a száma, az egész pedig egy szumfüggvény, amelyik összegzi ezt az egész tartományt. Itt ebben az esetben, ha függvényt akarok ide beszúrni, nem az FX-re kattintok, hanem fogom a címmezőt, és megkeresem a szumfüggvényt. Ha nincs itt, akkor a további függvények, és megkeresem a szumot, és összegzem. Ők lesznek azok. Megmutatom neki. Ez a teljes lakosság úgy, ahogy van. Mivel azonban itt megint az fog előfordulni, hogy másoláskor itt a tartomány is el fog mozdulni, a hivatkozott tartomány, ebből azokból kifolyólag erre F4-gyel abszolút hivatkozásra száll. Kész. És lemásolom. Valószínűleg ezt majd később százalék formátumba kell hozni. Most rákattintok a százalékjába, hogy lássátok, hogy itt bizony a százalékok meg vannak határozva, hogy hány tizedes jegy, azt nem tudom megmondani. Ja, csökkenteni már nem tudok, csak növelni a százalékot. Kész vagyok a négyes feladattal, Ctrl-S, eddig is folyamatosan nyomtad, most pedig akkor meg vagyunk a feladattal, jöhet az ötös feladat.